Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Tegnap becsengettek, Debrecenben több mint 30 ezer diák ült iskolapadba. Ez adta mai első témánk ötletét. A következő percekben ugyanis egy különleges mentorprogramról lesz szó. A debreceni úgynevezett láthatatlan iskola átmeneti otthonban élő gyerekeknek nyújt segítséget iskolai tanulmányaikhoz. Hogy pontosan hogyan és kikkel, azt elmondja a program két társalapítója, Juhász Flóra és Guba Vanda. Kezi Csuklom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Amikor beszélgettünk, akkor azt mondták az én kollégáim, hogy ők is nagyon szeretnének egy ilyen láthatatlan iskolába járni, de nem elviccelve a dolgot, egész pontosan kiknek tetszenek segíteni, és mióta? Hát körülbelül 3 éve indult a program, és mi kifejezetten a debreceni átmeneti otthonokban lakó gyermekekre koncentrálunk. Ezek olyan intézmények, ahová úgy kerülhetnek be a családok, hogyha gyermek van a családban, viszont anyagilag nem állnak úgy, hogy egy saját háztartást vezessenek, és ilyenkor különböző az önkormányzat vagy különböző alapítványok ilyen átmeneti otthonokban el tudják helyezni ezeket a rászoruló családokat. Ami nagyon fontos, hogy itt 1,5-2 évig lakhatnak a családok, és utána költözniük kell, és ugye a gyerekeknek ez egyfajta nehézséget jelent, hiszen nincs egy ilyen állandó, stabil háttér nekik. És akkor innen jött az ötlet, hogy igazából miért ne segíthetnénk nekik, akár ennyivel, hogy önkéntes mentorokat keresünk nekik, akik bármilyen tantárgyban segítenek végül is a tanulmányaikban. Tehát van egyfajta toborzó időszakunk, ahol most is tartunk, mentorokat keresünk, és emellett a gyerekektől is megkérdezzük, hogy miben kell nekik segítség, és utána így összepárosztatjuk végül is az önkéntes mentorokat a gyerekekkel. Na hát hogyan is kell elképzelni ezt a segítséget? Mi történik gyakorlati szempontból? Talán úgy lehet összefoglalni legjobban, hogy a fő tevékenység az úgy néz ki, hogy van egy mentor és egy mentorát, és ők tanulnak heti egyszer, valamikor egy nagyobb dolgozat van, akkor heti kétszer is akár tanulnak a gyerekkel, egy-egybe, igazából egy mentornak egy mentorátja van, és teljesen személyre szabottan őt tanítja. Kicsit ebben hagyjuk is őket, hogy alakítsa ki saját maga mindenki az ő olyan közegét, amiben a gyerkőc is és a mentor is kényelmesen érzi magát. Annyit szabtunk meg igazából, hogy ez legyen interaktív és legyen informális, élvezze a gyerkőc ezt a tanulást. És ez az egy-egyes tanulás mellett rendezvényeket szervezünk nekik, ez azt jelenti, hogy van egy jövőmenő programsorozatunk, amilyen 2 havonta szervezünk egy-egy ilyen tematikára épülő programot. Itt volt egy biológiai hónapunk, volt angol hónapunk, volt, amikor különböző kémiai kísérleteket csináltak, és ezeket a mentorok szokták szervezni, ők jönnek fel az ötlettel, és most először már a mentoráltakat is bevontuk, hogy ők is mondjanak olyan ötleteket, hogy milyen rendezvényen szeretnének részt venni. Nekem az jár a fejembe, hogy ilyen fiatal lányok miért állnak egy ilyen dolognak az élére? Hát lehetne fesztiválozni, lehetne bulizni, lehetne számtalan szabadidős tevékenységet csinálni. Miért pont a segítségnyújtásnak ezt a formáját választották? Szerintem mindannyian mi is a vezetőségben a tagok és a mentoraink is úgy nőttünk fel, hogy fontosnak tartjuk azt, hogy visszaadjunk egy kicsit a világnak, és segítsünk azoknak, akiknek esetleg nehézségei vannak, olyan dolgokkal, ami nekünk nem ment nehezen. És akkor innen jött ez, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a mentorok is kibontakozhassanak ilyen szempontból. Tehát aki mondjuk nagyon szereti az angolt, és szívesen tanítana angolt, annak itt van lehetősége, hiszen van rá kereslet. Ezeknek a gyerekeknek gyakran van problémájuk akár a nyelvekkel, akár a természettudományos tárgyakkal, és akkor így igazából mindenki megtalálja azt, ami jó neki. Tehát ez egy olyan program, ami nem csak önkéntes program, nem csak a tanításról szól, hanem egy igazi közösséget építünk. Mindenki, rengeteg barátságokat kötöttünk, és igazából ez mindenkinek egy olyan program, amit szívesen csinál, tehát egyáltalán nem tűnik egy munkának, igen, vagy bárminek. A résztvevő gyerekek, fiatalok életkora az jellemzően milyen? Mivel van ovis csoportunk is, az azt jelenti, hogy már teljesen a piciktől van, ugye, és ahogy ovisból elsős lesz a gyerkőc, akkor kap egy saját mentort, az ovisban ilyen közös csoportban vannak. Itt teljesen a piciktől egészen 16 éves korig van, szóval teljesen vegyes a csapat. Ez azért izgi, mert mi is több lehetőséget tudunk a mentoroknak adni, mert valaki kisebbekkel szeretne foglalkozni, valaki inkább nagyobbakkal. Így van, nagyobbakkal érzik kényelmesen magát, viszont
A másik nagyon nagy előnye, hogy a rendezvényeken pedig ilyen több korosztályos rendezvényeink vannak, és már ők egymást is tanítják, és sokszor jön ki az, hogy most már nem csak azt várják, hogy a mentorok mondjanak ilyen izgalmas dolgokat, de hogy egymás között is megosztják, és ez is már ilyen nagyon jó dolog. Jellemzően kikkel tetszenek együtt dolgozni? Kik a mentorok? Egyetemisták, idősebbek, fiatal, nem tudom, mérnök emberek. Azt tudnánk mondani, hogy bárki, tehát az egyetemistáktól kezdve, és annyira változatos a tanárszakos hallgatóktól kezdve a mérnökökön át mindenki. Tehát pont ezért ezt szeretnénk mindig kiemelni, hogy nincs olyan, hogy ki lehet mentor, mert bárki lehet. Vannak nyugdíjas mentoraink, vannak szabadúszó vállalkozók, vagy tényleg bárki. Vannak, akik kisgyerek mellett tanítanak, mert mondták, hogy így érzik teljesnek az életüket és magukat, és ez tényleg ez a legfőbb, hogy nincs kritérium. Persze van egy ilyen egy kiválasztási folyamatunk, ahogy megismerjük őket, ott nyilván el tudjuk dönteni, hogy ki az, aki esetleg nem való egy ilyen közegbe, de ez nem nagyon fordult még elő igazából. Egy dolgot határoztunk igazából meg ez így a tapasztalatok alapján, hogy meghúztunk egy 18 éves korhatárt, mert amit igazából itt az elején is elhangzott, hogy ez nem vicc, hanem tényleg amiatt is, hogy ők egy átmeneti otthonban laknak, egyrészt, másrészt meg oktatással is ilyenekkel, ilyen szempontból annyira nem lehet viccelődni, hogy láttuk, hogy nem szabad azt, hogy ez tényleg érezze, hogy ez felelősségteljes dolog, mert az. Igen, tehát a mentorától is elmondjuk, hogy komolyan vegyék. Vagy magántanárhoz járatnák ezeket a gyerekeket, gondolom, hogy az azért havonta több ezer, akár tízezres nagyságrendű kiadást is jelentene számukra. És hát ezeknek a családoknak erre nem igazán van lehetőségük, és pont ezért vagyunk mi, mert látjuk, hogy mennyire sokat jelent az, hogyha tőlünk megy egy mentor. Tehát itt, hogyha eredményeket kellene mondani, akkor amióta azokban az intézményekben, ahol mi működünk, ott már nincs bukás. Tehát a pótvizsgán mindenki átmegy. És ezért ez egy fontos dolog, hogy ilyen hamar az életükben nem szenvednek ilyen kudarcot, hogy ők most megbuktak, és megint ismétel, és megint ismétel osztályt. Az a pici apró segítség, amit még nyújtunk, az úgy látszik, hogy tényleg beválik és működik. Hogy fogadják a családok ezt a fajta lehetőséget, aztán utána meg a segítséget? Hát a családok nagy része nagyon pozitívan fogadja, ebben amúgy társunk az intézmény is, meg nagyon, nagyon sokszor van az, hogy a szülő nem is fogadja első körben pozitívan, akkor így a szülők tolják egymást, hogy igen, ez nagyon hasznos. Meg látják azt is, hogy a gyerkőcök ezt nagyon szeretik, és látják azt is, hogy tényleg kézzelfogható számokban mutatott eredménye is van. Látszik az, hogy a kiláthatatlan iskola mentoráltja ő, akár egy tábor után már egy-egy szóban látszik, egy pár több köszönömben, vagy olyan visszajelzésben látszik, hogy igenis értelme van annak, hogy ő láthatatlan iskola mentorált. Viszont teljesen őszintén, így hármunk között szóval, azért elmondom, hogy van olyan család, akinél a mi szívünk is szakad meg, hogy nem egyszerűen, akiknél a legnagyobb szükség lenne, ők azok, akik elsőnek kiesnek. És mivel a gyerekek szempontjából is önkéntes az egész láthatatlan iskola részvétel, így nem mondhatjuk, nem erőltethetjük rá. Igyekszünk példát mutatni, hogy mit lehet elérni, igyekszünk megmutatni nekik, hogy igenis máshogy is lehet csinálni, viszont erőltetni nem erőltethetjük számokra. Letelt gyakorlatilag az időnk, most milyen tudományterületekről kellene mentor? Nem tudom, 50-60 fővel dolgoznak, most mennyi, aki hiányzik, vagy milyen területekről hiányzik most szakember, mentor? Most szintén vegyes, mert ugye van egy új intézményünk, amit bevontunk, egy új egyházi átmeneti otthon, és ott igazából már van 8 új gyerkőc, aki várja a mentorát. Nagyon sok olyan gyerek van, aki ilyen elsős, másodikos, ott ugye teljesen már az olvasásban, az alapoktól összem képe kialakuljon a gyerkőcnek, már ott segítség kell, de ugyanúgy ott van a felsős korosztályból, aki ugye a biológia, fizika, a nagy ellenségek, ami bejött, meg hát az alap, a matek és a magyar, amiből egyszerűen mindig segítségre
szorulunk. Tehát ezért szoktuk mondani, hogy bárki jöhet, mert mindenkinek meg tudjuk találni. Tehát ez az elmúlt évek tapasztalata, hogy nem volt még olyan, hogy egy gyereknek annyira nem találtunk volna mentort, hogy nem tudtuk tanítani. Nem beszélve arról a fluktuációról, amiről beszéltünk, hogy van, amikor évközben költözik be egy gyerkőt, és látjuk azt, hogyha van talomba olyan mentor, aki eddig mondjuk a szeptemberben nem volt szükség, mondjuk olyanra, aki biológiából tud segíteni, ő tud szervezni egy biológiai napot, utána pedig simán lehet, hogy februárban már felszabadul egy biológiai tanárhely. Flóra, Vanda, nagyon klassz, amit csinálnak, meg a munkatársaiknak is. Köszönjük szépen. Folytassák, hasznos volt. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Passzoljátok vissza, és kiránduljatok! A napszemlében egy rövid hír erejéig már hallhattak a megyei kereskedelmi és iparkamara legújabb kezdeményezéséről. Ennek lényege, hogy a szervezet arra buzdítja az iskolásokat, hogy gyűjtsenek össze minél több használt mobiltelefont. Mi lesz a kiszolgált készülékekkel, hol lehet leadni ezeket, és talán a legfontosabb, hogy mit nyerhetnek az akcióban résztvevő osztályok. A részletekkel már itt van a stúdióban Skultéti Éva, a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára. Kezdi csókolom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon friss, fiatalos az akciónak a címe is nekem nagyon megtetszett. Honnan jött az ötlet, és mi is ennek a lényege? Mit csináljunk a mobilokkal? A Jane Goodall intézet indított egy kampányt a Passzolj vissza tesó címmel, és ehhez csatlakozott Magyarországon az első között. Ez se rossz cím. Igen, első között csatlakozott a kamaránk ehhez az akcióhoz, és valamennyi területi irodánkban, valamint a kamara központjában elhelyeztünk egy-egy ilyen gyűjtőpontot, egy-egy dobozt, amelyre rá van írva, hogy Passzolj vissza tesó. És úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes tovább gondolni, hiszen jelen pillanatban 6 pontunk van a megyében, de igazából nagyon kicsit gyűlnek ezek a dobozkák, és véleményünk szerint jó, hogyha ezt ismeri a legfrissebb generáció is, hogy igazából mit tartalmaznak a mobiltelefonok, milyen anyagokból épülnek fel, és az iskolai év kezdetén talán még frissen tudnak figyelni ezekre is a gyerekek, és egy kicsit játékos formában lehetőség lesz őket mozgósítani, valamint azokat a pedagógusokat is, akik elsősorban fizikát, kémiát, biológiát és környezetismeretet tanítanak számukra, hiszen nagyon kevesen tudják azt, hogy több mint 60 féle anyag található egy-egy mobil készülékben, és a világon élő több mint 7,7 milliárd emberből több mint 5 milliárdnak van valamilyen mobil készüléke, nem beszélve a számítógépekről, amelyekben nagyon komoly mennyiségben fordulnak elő a tantál, illetve az arany, mint stratégiai fémek, és ezeknek a visszanyerésére ad lehetőséget ez a kampány, hiszen ha megfogunk egy mobiltelefont, akkor abban nagyon elenyésző mennyiségben találhatók ezek a fémek, illetve más anyagok. Viszont, ha már beszorozzuk 1000-rel, akkor 1000 mobiltelefonból 912 eurónyi tantál és 758 eurónyi arany nyerhető vissza. Németországban egy év alatt mintegy 35 millió mobilkészüléket vásárolnak, tehát ha azt vesszük, hogy csak egyetlen egy nagy európai országban ilyen nagy a csere, akkor ha ezt megnézzük az EU 27 országában, akkor már másabb a helyzet. És nyilvánvaló, hogy az EU 28-aknál ezt már egy nagyon komoly mennyiségben lehet összegezni, és ha ehhez talál az intézet olyan újrahasznosító cégeket, amelyek ezt megfelelő technológiával képesek visszanyerni, akkor nagyon komoly lépést tehetünk előre annak érdekében, hogy a tantál kinyeréséhez szükséges koltánérc bányászata egy picit visszaszoruljon.
És akkor itt már vissza is mentünk, ugye? A Godál, mint a gorillák megmentője, híres természet állatvédő, vissza is mentünk akkor az őserdőbe, hogy ezt a bizonyos fémet. Igen, az őserdőbe is visszamentünk, hiszen Jane Goodallról lehet tudni, hogy 1960 óta kutatja a különféle majmok, főleg a gorillák és a csimpánzok életét, és ő szembesült azzal, hogy ahhoz, hogy a koltán ércet bányásszák, és ez főleg Kongóban fordul elő, ahhoz nagyon sok élőhelyet háborítanak meg, illetve számolnak fel. Ezek általában külszíni bányák, amelyek erdőirtással veszik kezdetüket, és nagyon sok esetben gyermek munkaerőt is foglalkoztatnak nagy létszámban, hiszen pici járatokat alakítanak ki, ahova a gyerekek könnyen be tudnak bújni, és őket használják erre a célra. Tehát több olyan rossz dolog is történik okos készülékek előállítása során, amire az emberiségnek oda kell figyelnie, és úgy gondoltuk, hogy ha csak nagyon pici részletben és nagyon pici lépésekkel is, de ezt a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamarának is meg kell lépnie, illetőleg fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy mi minden van ezek mögött, a technológiák mögött, és ha ennek egy töredékét vissza tudjuk nyerni modern technológiákkal, akkor már a bányászat nem lesz annyira nagyon megterhelő az ottani lakosok számára, és talán a sok esetben illegálisan kibányászott koltán érsznek a sorsa is másként alakulhat, és nem akarunk mi itt nagy álmokat kergetni, de én azt gondolom, hogy a pici összefogásokból nagy dolgok születhetnek világszinten. És akkor meg is született a versenyfelhívás, szeptember 2-től 30-ig lehet gyűjteni. Az iskolákban mi a jutalom egyáltalán, hová vihetik a gyerekek, hogy történik majd maga a gyűjtés? Gyűjteni lehet tovább is. Mi egy akciót hirdettünk meg, amelynek azért szeptember 30-a a vége, hogy értékelni lehessen a teljesítményeket, és itt osztályoknak a teljesítményét fogjuk értékelni. Úgy gondoltuk, hogy a jutalom is legyen olyan jellegű, ami több gyereknek, egy osztálynak lehet értékes, és tovább viszi őket a zöld irányba. Azaz az nemzeti kultúrparkba, a Hortobágyi Madárparkba, az Agórába, és az értékelés menete úgy zajlik, hogy abszolút értékben kihoz be több telefont. Egyébként erre a Jane Goodall Intézet garanciát vállal, hogy nem jut illetéktelen kezekbe a telefon, tehát ha valaki valamilyen adatot rajta felejtett, akkor nem lehetséges az, hogy elméletileg. Tehát zártan kezelik. Ez zártan kezelik, zárt dobozokban, és amit behoznak a gyerekek, azokat is ezekbe a zárt dobozokba fogjuk elhelyezni. Ott az ügyvédünk jelenlétében rögzítjük, hogy melyik osztály mennyit hozott be 30-áig, és utána történik az értékelés. Ez megint csak nagyon egyszerű, hiszen a legnagyobb számú mobiltelefont behozó osztály lesz a nyertes, és ők választhatnak a három jutalom kirándulás közül, hogy melyiket választják. A második helyezett a maradék kettőből, és természetesen a harmadik helyezett pedig a harmadik helyet kapja meg. És az időjárásra is tekintettel, hogy ezek a gyerekek a nagy lelkesedés után meg ne fázzanak, október 31-éig szeretnénk majd lebonyolítani a kirándulásokat. És én azt gondolom, hogy azon túl, hogy jutalmazzuk őket, felhívhatjuk a figyelmet arra is, hogy ha a gyerekek beszélgetnek erről, ha az osztályfőnöki órákon ez szóba kerül, hogy mennyi minden tartalmaz egy ilyen készülék, mennyire kell arra vigyázni, vagy ha cseréljük, akkor mi legyen annak a sorsa, akkor ez eljut a családokhoz is, és én azt gondolom, hogy ennek a legfontosabb értéke az lesz majd, hogy tudatosan csináljunk mindent, ami a körülvesz bennünket, és én azt gondolom, hogy a tudatossággal sokkal inkább érzékenyebbé tehetjük az embereket arra, hogy védjük meg mindazt a környezetet, ami körülvesz bennünket.
Ahogy hallgattam önt közben, az jutott az eszembe, hogy én gyerekkoromban még vasat gyűjtöttem, meg hulladékot az osztálytársaimmal. Persze csinálják ezt ma is a gyerekek, de hát haladni kell ugye a korral, ma már elektronikai hulladékra is oda kell figyelni. Skulté Éva, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.